Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozott benneteket, kedves testvéreim, az isteni irgalmasság vasárnapján ide a gazdagréti Szent Angyalok templomba, hogy együtt ünnepeljünk. A templom ugyan üres, de teli van lelkekkel, imádkozó szívekkel, akik csatlakoznak az angyalok dicsőítő szózatához, akik Isten irgalmasságát hirdetik, az irántunk való irgalmat, mely felemel minket a bűnből, előre visz az élet útján, és megnyitja számunkra a mennyország kapuját. Sok szeretettel köszöntöm azokat a testvéreimet, akik az Apostol Televízión keresztül kapcsolódnak be mostani ünneplésünkbe, és a Hegyvidék TV kedves nézőit is, akik majd egy ismétlő adásban tudják a Szentmisét imádsággal végigkísérni. A hívő népért ajánlom fel a mai Szentmisét, de ahogy a bevezetőben hallottuk, imádkozunk születésnapját ünneplő emeritus pápánkért, Benedek pápáért. Belefoglaljuk ünnepeltjeinket a Szentmisébe,
A mai alkalommal különös szeretettel gondolunk születésnapját ünneplő Magda testvérünkre is, ki ugyancsak velünk ünnepel a Szentmisében. Minden névnapos és születésnapos testvérünkre, az egyedülállókra, családjainkra, és ugyanakkor minden szolgálattevőre, akik ebben a nehéz helyzetben embertársaikat szolgálják, a Jóisten kegyelmének, irgalmas szeretetének kiáradását kérem a mai Szentmisében. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretten, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőség. Egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt néphitét, amikor évről évre visszatér húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk,
Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. A jeruzsálemi hívek álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Szent félelem töltött el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda történt, és sok jel adatott. A hívek mind összetartottak, és közös volt mindenük. Birtokaikat eladták, és az árát szétosztották azok között, akik szükséget szenvedtek. Minden nap összegyűltek a templomban egy szívvel, lélekkel. A kenyeret házaknál törték meg. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ez az ala, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzük. Az ő irgalmassága örökké való. Ez az ala, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s még adjunk rajta. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmasságával Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben megnyilvánuljon. Örüljetek tehát, akkor is, ha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzpróbát kiállott veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Mivel szeretitek Krisztust, bár nem láttátok, és hisztek benne, noha nem találkoztatok vele, amikor eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét, a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok újongani. Ez az Isten igéje. Istennek hála. Victime Paschali laudes, immolent Christiani, Agnus redemit oves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores.
mors et vita duello, conflixire mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precidet suos in Galilea. Stimus Christum surrexisse, a mortuis vire. Tu nobis victor rex, miserire. Christus felt amado, minden agy kínjából, ezen mi is örüljünk, Christus legyen reményünk. Alleluja. Amen. Alleluja. Jézus tanítványai között is így szólt, békesség nektek. Alleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy mellék nevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel a oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta,
nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára. Azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves velem együtt imádkozó testvéreim a virtuális közösségben, amelyben ma az Isten irgalmasság vasárnapját ünnepelhetjük, köszönjük meg ezt az ajándékot, az irgalmasság ajándékát, amely mondhatnánk úgy is, hogy Istennek isteni tulajdonsága, amelyet belénk örökített, az emberi természetünkbe, hiszen amikor Isten képmásaivá lettünk az ő teremtő akaratából, akkor az irgalmasságra való képességet is megkaptuk tőle. Az irgalmasság úgy vélem két megközelítésben is értelmezhető. Az egyik és elsődleges, amely a mai vasárnapnak az üzenete, az a megbocsátás, a bűnök elengedése, amit Isten megtesz velünk és az érdekünkben, és amire minket is bíztat, hogy legyünk mi is irgalmasok, Jézus azt mondja, legyetek irgalmasok, amint atyátok irgalmas, tehát legyünk mi is egymás felé megbocsátóak. És ugyanakkor a másik megközelítés nyilvánvalóan szorosan kapcsolódik az előzőhöz, ez pedig a jó tettekben való irgalmasság, vagyis hogy segítünk egymáson, jót akarunk a másiknak, és ilyen értelemben szoktuk olvasni az irgalmas szamaritánus történetét. Olyan az irgalmas szamaritánus, olyan emberi magatartás, amely megsegíti a másikat, a bajba jutottat, megkönyörül rajta, az életét akarja, a gyógyulását akarja. Úgy gondolom, hogy ebben a kettős megközelítésben, most ebben a nehéz időszakban, a járványveszély időszakában bőven van alkalmunk az irgalmasságot gyakorolni. Egy tanító elbeszélés szerint az öreg Berta néni, elérkezett utolsó órájához, és átlépte az örökké valóság kapuját. Az evilági oldalon idős barátnői kísérték utolsó útjára, de hát ez csak a földi életben volt az utolsó útja, mert odát folytatja az útját, és folytatta a célba érkezés irányában, hogy az Isten ítélő széke elé álljon. A történet szerint természetesen ez egy emberi fantáziából adott és táplálkozó elbeszélés, de sietett, amennyire csak bírta, hogy mielőbb célba érkezzen. Aztán voltak nála szárnyalóbb lelkek, hiszen a lelke volt az, amely tovább haladt az örökké valóság oldalán, és mindazon töprengett, hogy vajon méltó lehet-e ő arra, hogy odaálljon az Úristen ítélőszéke elé. Hát meg is érkezett, és ott volt az Úr Jézus, aki mosolyogva rátekintett,
és megkérdezte, na Berta, milyen jó tettet tudsz felmutatni? És ez a szegény Berta igen zavarban volt, és sokat töprengett azon, hogy fölhozzon valamit, mert be kell vallani, a történet szerint ez a Berta nem volt olyan nagyon példaadó vagy hitbuzgó valaki itt a földön. Töprengett, hirtelen nem jutott semmi eszébe, míg aztán ez az irgalmas Jézus a történetben rámutatott egy tóra, és ott egy kétségbeesett halra, melyik az ég felé emelte a tekintetét, és szenvedett kivetetten a parton, és ekkor felidézte az Úr ennek a Bertának, hogy kislánykorodban ott a patakpartján otthon sétálgattál, és egy kis halat láttál, ott szenvedett a parton, és megmutattad a jószívűségedet, az irgalmadat, és visszadobtad a vízbe, hadd éljen még tovább. És tudom, hogy most is zavarban vagy, és ezért nem jut eszedbe semmi más a jó tetteid közül, de még volt azért jócskán olyan helyzet az életedben, amikor a jószívűségedet meg tudtad mutatni, és így az irgalmas Isten beengedte ezt a Bertát is a mennyei boldogságba, mert a belépőjegy nem más ebbe az állapotba, mint az irgalmas szeretet gyakorlása. Kedves testvéreim, az Úr Jézus ezt a kinyilatkoztatott írások szerint is elmondta nekünk, és magán kinyilatkoztatásban is elmondta nekünk, ugyanis most hallottuk az evangéliumból, hogy Jézusnak ez a legfőbb szándéka, hogy az emberiséggel irgalmat gyakoroljon, és először megtette ezt a tanítványaival, mert békességet hirdetett nekik, ez volt a köszöntése feltámadása után, békesség nektek, és már is húsvéti ajándékként nem csak nekik, hanem az emberek számára átadta az irgalmasság gyakorlásának a lehetőségét. Rájuk lehelt, vegyétek a Szent Lelket, és megadta a bűnbocsátó hatalmat nekik. Mi más ez a győztes Krisztus részéről, mint az irgalmasság folyamatának továbbadása, hogy legyünk mi is mindnyájan irgalmasok, legyünk közvetítői az irgalmas, isteni irgalmasságnak, és természetesen ez sajátos hatalommal történik a felszentelt papok részéről, az apostol utódok részéről, hiszen ezt az apostolok, ezt a küldetést továbbadták, és ezt a hatalmat. Sajátos, de mégis az isteni irgalomnak különleges ajándéka ez, mindazok számára, akik a bűnbánatban meg akarnak újulni, újjá akarnak születni. És a magán kinyilatkoztatás pedig, amire hivatkoztam, ez pedig Szent Faustina nővérnek volt a lelki élménye és küldetése, amit látomásában kapott az isteni irgalmasság közösségében. Ez most már több mint 90 éve történt, amikor az irgalmas Jézus megjelent, megmutatta az ő képét, amelyről aztán festmény, szentkép is készült. Elmondta a szándékát, hogy ez a vasárnap húsvét után, amit most úgy mondunk, hogy a húsvét második vasárnapja, legyen az isteni irgalmasság vasárnapja. És elmondta, hogy miként élvezhetik az emberek az isteni irgalmasságot, és ennek három szempontját is megjelölte ebben a magán kinyilatkoztatásban. Legyen az első az, hogy feltétlenül bízzanak Isten jóságában. A másik, amiről már beszéltünk is az imént, hogy gyakorolják az irgalmas szeretetet. És a harmadik, hogy éljenek, erről is most beszéltünk, a megbocsátás kegyelmével, vagyis a Szent Jónásban megtisztulva, minél tovább őrizzék a kegyelem állapotát, és természetesen vegyék magukhoz
az irgalmas Krisztus áldozati testét a szent áldozásban. Szent II. János Pál pápa az ő kedves honfitársának, a lengyel Helena Kowalska, vagyis későbbi Faustina nővérnek ezt az üzenetét, illetve az Úr Jézus üzenetét, amit Faustina nővéren keresztül adott az Úr, oly fontosnak tartotta, hogy éppen 20 évvel ezelőtt, 2000-ben, és éppen áprilisban, akkor 30-án ünnepén nyilvánította és elrendelte az isteni irgalmasság vasárnapját, húsvét 8. napján, vagyis az újjáteremtésnek a nagy öröm napján, amikor is a bűnbánatban megújultan örvendezhetünk önfeledten az isteni irgalmasság szeretetének. Kedves testvéreim, ez a mai vasárnap üzenete, vegyük komolyan ennek lehetőségét. Itt az Apostol televízióban is komolyan szoktuk venni azt, hogy minden nap 3 órakor az irgalom órájában, az Úr Jézus szeretetéről, az irgalmasság órájában megemlékezzünk, és lehetne sorolni azokat a szép lelki kezdeményezéseket és lelki gyakorlatokat, amellyel az isteni irgalmasság ajándékait elfogadhatjuk. Legyen mindnyájatok számára ajándék, Isten irgalma, amit most egyelőre csak általános feloldozásban tudunk megadni számotokra, de eljön majd az az idő, reméljük hamarosan, hogy a személyes gyónásokra is ismét sor kerülhet, és a lelki áldozás mellett az eukarisztia valóságos vételére is. Imádkozzunk azért, hogy legyen hozzánk irgalmas a Jóisten, bűneinket megbocsátva, és vegye le rólunk ennek a mostani tehernek a súlyát, adjon kiutat a járvány állapotából, és legfőképpen a bűnből, hogy boldogan haladjunk előre az üdvösség útján. Amen. Isten fizessen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtni, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberkére. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára. Add meg, Urunk, Szent Atyánknak, a püspököknek és a papoknak a rendíthetetlen hit kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát.
kérünk téged, hallgass meg minket. Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne inogjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd vissza, Urunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőled. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj hitből fakadó álhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add kegyelmedet ünnepeltjeinknek, köztük születésnapját ünneplő Magda testvérünknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, Te megerősítetted hitében a kételkedő Tamás apostolt, időn szent fiat testét érintette. Add meg nekünk is, hogy Jézus testét és vérét magunkhoz véve, a megtapasztalás boldogságát élvezzük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, mivel jól tudjátok, hogy szent szolgálatunk az Isten házának fenntartása, illetve az a missziós küldetés, amit a média szolgálatban vállalunk, anyagi áldozatokkal is jár, most pedig nem tudunk valóságosan persejezni, hogy szoktuk a felajánlás alatt a szentmiséinken, ezért kérem és kínálom föl a digitális persejezés lehetőségét, amit a képernyőn látható számlaszám használatával föl tudtok ti is ajánlani. Hálás köszönettel fogadjuk templomunk és médiaszolgálatunk javára szíves adományaitokat. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogad kegyesen néped áldozati adományait, hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve eljussunk az örök boldogságra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal, Szent Faustina nővérrel és minden szenttel együtt,
akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Békességet hagyok rátok, halleluja, az én békémet adom nektek, halleluja. Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való.
Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja fölmagasztalt engem, az Úr jobbja győzelmet szerzett. Békességet hagyok rátok, halleluja, az én békémet adom nektek, halleluja. Testvéreim, otthonaitokban, családi körben, vagy magányosan, nem vagytok egyedül, az Úr Jézus veletek van, és most meglátogat benneteket, akik megtisztult szívetekbe kívánjátok fogadni az Úr Jézus látogatását, imádkozzátok velem együtt a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje szüntelenül megmaradjon lelkünkben Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, imádkozzunk most együtt Herdő Péter bíboros úr szavaival, a járványveszély idején kérjük Isten irgalmát. Mindenható Úrunk, Atyáink Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből
teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Hadd, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság, egy Isten, irgalmaz nekünk, boldogságos Szűz Mária betegek gyógyítója, könyörögj értünk. Amen. Drága jó testvéreim, miután gazdagréti szentmisénket befejeztük, már is Rómába kapcsolunk az Apostol Televízió közvetítésével élő adásban, hogy imádsággal nyomon követhessük Ferenc pápa szentmiséjét Rómából, az Irgalmasság bazilikájából, Szilágyi Mária kedves munkatársunk tolmácsolásában is, magyarázataival. A mostani szentmisét délután 5 órakor és éjfélkor megismételjük, a Hegyvidék Televízió pedig 4-8-kor tűzi műsorára a mai szentmisénket. Déli 1 óra és 2 óra között pedig élő szentségimádásra nyílik lehetőség az Apostol Televízió közvetítésével. Lélekben beléphettek tehát ide az oltári szentségi Jézus elé, a szent angyalok hajlékába. Szentmisén kívüli áldozásra kínálok lehetőséget gazdagréten a templomkertben a 65 év alatti testvéreimnek, a szentmisét követően most 11:30-kor. Mindnyájatok életére a Jóisten bőséges áldását kérem. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, védje meg irgalmasan a gonosz cselvetéseitől és minden bűntől. Ő, aki egyszülött fiának feltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával. És ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával örömmel ülitek meg húsvét ünnepét, az ő kegyelmének segítségével jussatok el egykor a boldog örökké valóságban. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Alleluja, alleluja.
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellem, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, elélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörök érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörök érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörök érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörök érettünk.